A városvezetés számos alkalommal hangsúlyozta már, hogy a település rendezettsége egy kiemelten fontos feladat. Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester, a 6-os választókerület önkormányzati képviselője egy sajtótájékoztató részeként számolt be arról, hogy a Kallós Dezső utcában kijavították a korábban ledöntött magasságkorlátozó elemet. Tisztában vagyok azzal a körzet képviselőjeként, hiszen lassan már 2 éve vagyok ennek a választókerületnek a képviselője, hogy vannak olyan kérdések, amikben nem lehet teljes egyetértést teremteni, ugyanakkor a minden esetben a technikumban élők java szerinti döntést igyekszem hozni. Többen megkerestek az itt élők közül is, hogy ez a korábban megrongálódott magasság jelző korlát, ez mikor lesz helyreállítva, és most örömmel elmondhatom, hogy helyre lett állítva. A képviselő ismertette a magasságkorlátozó elem méreteit. A magasságjelző korlátnak, magának a korlátnak a magassága az 3,3 méter, azonban lelóg egy láncos magasságjelző, így 2,8 méter az áthaladási magasság ez a korlát alatt. Ez a megerősített láncos jelző pedig biztosítja azt, hogy az ennél magasabb autók ne tudjanak átmenni ez a kapu alatt, ugyanakkor, hogyha véletlenül meg is próbálkoznak vele, akkor ne tudjanak túl nagy kárt okozni a szerkezetben. Szabó Zsolt arra biztatja a városlakókat, ha ilyen és ehhez hasonló javításra szoruló tárgyakat és helyszíneket fedeznek fel a településen, akkor bátran keressék fel az adott körzet önkormányzati képviselőjét a probléma megoldásáért.